Két dolgot tehet, az egyik, hogy van egy hatóság, ez a bizonyos egyenlő bánásmód hatóság, a hatósághoz lehet fordulni, vagy pedig bírósági eljárást indíthat, akár munkaügyi pert, akár pedig személyiségjogi pert. A hatósági eljárás az a rövidebb, mert az elméletileg a hatóságnak 75 napja van arra, hogy befejezze az eljárást, nem szokott azért véget érni a hatóságnál is, de ők azért néhány hónap alatt befejezik. Utána mondjuk bírósághoz lehet fordulni, hogyha valaki nem ért egyet a döntéssel, az már egy picit meghosszabbítja, tehát ez jó egy évvel meghosszabbítja a döntést, mert nagyon lassúak a bíróságok. Ha bírósághoz fordul, akkor ez mindenképpen hosszabb idő, 2-3 év, mert hogy az első meg a másodfokú eljárás az mindenképpen ennyit vesz igénybe. Hogyha valaki diszkrimináció ér, akkor a hatóság az pénzbírságot szabhat ki. 50 ezertől 6 millió forintig terjedő skálán szabhat ki bírságot. A pénzbírság az a magyar állam kasszájába folyik be, egy egyenesi egyenlőségi alapba, míg a bíróságtól pedig lehet kártérítést is kérni annak a személynek, aki elszenvedte a sérelmet, tehát akit diszkrimináltak. A bíróságok pedig most olyan 500-700 ezer forintot ítélnek meg körülbelül per fő. Maximum.